Üdvözöllek benneteket a mai alkalommal a Titták által használt páncélszerű nyílhegyekről lesz egy kicsit szó. Ennek is egy speciális változatáról, ahogy a Titták képzelték ugye, a páncélszerű lehetőségét. Hát ahogy egy képen be is mutatnám azt, hogy hogyan nézett ki ez a nyílhegy. Ahogy látjátok is, bronzból van, és hát azért volt kombinált, mert az első rész egy páncélszerű rész volt, ahogy azt látjátok is, illetve a hátsó részén pedig egy vágóéllel ellátható szakálas nyílhegy található. Ez a két nyílhegy volt gyakorlatilag kombinálva. Ugye mind a két feladatát be tudta tölteni ez a nyílhegy. Egyrészt páncéltörő is volt, másrészt élő erő ellen is jól volt használható. Attól függően, hogy milyen felülettel érintkezett először, mind a két funkciót jó be tudta tölteni. Hát ez volt az Titták elképzelése a páncéltörő nyílhegyekről. Körülbelül ez a nyílhegy, ezek a nyílhegyek olyan 50, illetve 75 gram között mozogtak. Ezek nem voltak egyébként a legnehezebb nyílhegyek, amiket használtak. Ennél használtak nehezebbet is, de most erről a fajtáról lesz egy kicsit szó. Miért is érdekes az, hogy a Titták gondolkodtak ugye a nyílhegyekről? Hát összehasonlításképpen megmutatnám, hogy ugye itt található egy középkori, itt pedig egy Titja ígynak, vagy nyílhegynek a rekonstrukciója, ami a képen is nagyjából látható, illetve kivitelezhető. Ez ugye 9 gram, ez pedig 55 gram, hát van egy kis különbség a kettő között, illetve hát az élet időtartamot tekintve is csaknem 2000 év, illetve több mint 2000 év van a kettő között, és hát jól látható, hogy az elképzelésben azért voltak különbségek ezt illetően, és a használat folytán egy kicsit érdekes az, hogy működik, majd erről is ezt egy kicsit szó hatásbemutató kapcsán, hogy ezt mégis hogy használhatták, illetve hogy működik ez a gyakorlatban, a páncélt hogy is üti át. Hát azért, hogy igazából ezt a fajta lövéstechnikát gyakorolni lehessen, ezért fejlesztettem ehhez egy gyakorlóhegyet. Tehát ehhez a nyílhegyhez fejlesztettem egy gyakorlóhegyet, azért is gondoltam erre, mert hát ezt nem igazán lehetne gyakorlóhegynek használni. Nagyon speciális maga a nyílhegy. Ugye 60 fokos szögek vannak az éleinél. Hát ha ezt bármiben belelőnénk, akkor hát a nyílvező testnél nem igazán volna szerencsés. Ugye ezt húzigálni valószínűleg nem nagyon jön neki, vagy beletörne előbb-utóbb, vagy beleszakadna maga a nyílhegy. Viszont ha ráfogunk a nyílhegyre, akkor meg a vágóérre kell ráfognunk. Hát ez megint nem éppen szerencsés. Nagyon nehéz volna kihúzni a fából, illetve hamar sérülést okozna. Ezért is fejlesztettem ehhez egy gyakorló nyílhegyet, ami hát imitálja ennek a nyílhegynek a tömegét, a hosszát, illetve a méreteit. Hát, ami meg igazából így néz neki. Ez is 12 cm hosszú, és 10 mm az átmérője. A páncéltörő része természetesen megmaradt 60 fokos hegyekkel, tehát egy háromszög letöréssel, mint ahogy a Titták is igazából használták, és ugye ennél a hegynél már azt meg lehet csinálni, hogy rá lehet fogni a vesz a nyílhegynek a testére, és onnan fogva ki lehet húzni a céltárgyból. Hát nézzük akkor, hogy ez mégis hogy működik. Ugye itt van hozzá az íj, itt vannak hozzá a nyílvesszők, ugye három darab nyílvesszőt hoztam most a kezemben, tulajdonképpen ugyanúgy kell használni ezeket a nyílvesszőket is, mint a könnyebb tömegű nyílvesszőket, ugye? Hát most válik érzékelhető, vagy láthatóvá az, hogy a Titták gyakorlatilag a rajzokon, illetve az ábrázolásokon miért így fogták meg a nyílvesszőt, illetve miért az volt, tehát a Heraklész megoldásnál is, hogy így fogták meg, vagy más megoldásnál, hogy föllő van, tehát miért így állt a nyílhegy? Hát ugye az alapvetően a tömege itt van a nyílvesztőnek, ezt a végéről bárhogy is befogni, vagy megfogni, aztán utána, hogy az ember mozgatja, irányítani, hát az már nem olyan egyszerű. Ezért is volt az, hogy a nyílhegynél fogták meg, gyakorlatilag a nagyobb, nagyon nehéz nyílhegyek miatt fogták meg így a nyílvesztőket, ez volt az oka, de hát az előzőkben bemutatott bármilyen módon lehet használni ezt a nyílhegyet, azt mindenki maga dönti el, hogy tudja használni. Ugye hogyan kell befogni? Hát ugyanaz, mint az előzőkben bemutatott alapján, tehát így néz ki, hogyha a oldalról megnézzük a nyílhegyeket, ez körülbelül nagyjából egyforma méretre kell
alakítani, és akkor ugyanúgy kivehető, mint a normál nyílhegy, ugye lelátott nyílvesztő. Hát nézzük akkor tulajdonképpen, hogy működik. Ugye az ember beforgatja, és mehet. Hát a kihúzás ugye az úgy történik, hogy megtámasztjuk a lábunkkal, megfújjuk a nyílhegyet, megmozgatjuk. Hát ez ennyire ment bele, ugye 35 font maga az íj, hát ennél erősebb íjakkal nem igazán érdemes így ráülni fába, mert könnyen elképzelhető, hogy több mint a felé így belemegy, és talán már nagyon nehéz kihúzni. Tehát erre a 35 fontos íjra van igazából gyártva ez a nyílvesztő, és akkor így szabadon gyakorolhat vagy használhatja mindenki. Ezt is kipróbálhatja, hogy milyen belelőni fába maga a nyílvesztőt, illetve magát a nyílhegyet, azt hát acélba is lehet lőni 2 mm-ig maximum, de arról valószínűleg vissza fog pattani 35 fontnál, még 70 fontnál lyukat üt a 2 mm-es lemezre, de 35 fontnál már le fog pattani róla. Az ideális vastagság az egy olyan 1 mm és 1,5 mm között van, azokat még átüti. Tehát azzal még különösebb problémát ennek nem okoz. Persze akár ránc, hogy belőjük az acélba, azért az a vágóéleket, azt nem igazán szoktak kimélni, mindig újra kellene úgy érezni vagy fenni, de azt is meg lehet tenni, illetve bármilyen fába is lőhető maga a nyílhegy, kemény fába vagy puha fába. Puha fák azért szerencsésebbek talán egy kicsit, mert könnyebben szállíthatóak. Ugye ez a veszőfogó, ami nekem igazándiból itt van, ez fenyőből készült 10x15 cm-es fenyő gerenda, ez van földarabolva 25 centis darabokra, és egy 3 méteres gerenda van gyakorlatilag összerakva ebbe a veszőfogóba, de ebben nyugodtan lehet ugye használni. Hát a továbbiakban kívánok mindenkinek szép napot, a honlapon megtalálható maga a nyílvesztő, megvásárolható, illetve hát a továbbiakban bemutatom kicsit közelről, hogy hogy néz ki a fába történő belelövése, illetve hogy ilyen történik meg a kihúzása is. Bármilyen kérdésetek lenne, szívesen nyugodtan forduljatok hozzám, szívesen válaszolok azokra a kérdésekre, amik igazából felmerülnek ezzel kapcsolatban. Köszönöm a figyelmet, és további szép napot kívánok!